számos gyermek és felnőtt küzd nyáron a fülgyulladással. Témánkban szakértő dr. Somi Ildikó fülorgégész, és ahogy látják, a vízilabda válogatott legújabb játékosa is itt mellett. Egyébként nagyon kényelmes ez. Tehát, és benne van a zselé. Igen, és szerint... Megszorítja a fülét? Nem, és szerintem az, hogy ez a zselé nincs lehűtve, így is van egyfajta hideg érzetem. Pedig ez lehetséges? Benne lévő betét az feszíti egy kicsit, és tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyon passzolnia kell a fülhöz, mert ha nem érintkezik a füllel, akkor a hatás az tulajdonképpen nagyon passzol. Érvényes. Tehát akkor most, hogyha nyári fülgyulladásról beszélünk, és begyulladna a fülem mondjuk a motoron, vagy bemegyek a vízbe, és a víz által begyullad, akkor egy ilyet kellene hordanom? Ha elmerül a vízbe, akkor lemosódik a savköpeny. A bőrnek védekező rétege van, savanyú a kém hatása, és ha bőr neutrális lesz, vagy lúgos, akkor a kórokozók elkezdenek virulni. Egyébként a hallójáratban és a bőr felszínén mindenütt vannak kórokozók, csak azért nem tud érvényesülni a hatásuk, mert a bőr védekezik. Tehát a bőr a vízben, ha valaki többször lemerül a víz alá, akkor védtelenné válik, és különösen érvényes ez a hallójáratra. Ezt megmutatnám a kedves nézőknek a hallójárat anatómiáját. A dobhártyáig ez a hallójárat. A dobhártya mögött a középfülgyulladás érvényesül, és tulajdonképpen a középfül a fülkülön keresztül... Igen. Tehát a hallójárat, a középfül és tulajdonképpen a fülkült az, ami képezi ezt az anatómiai alapját ennek a dolgok. Mit tudunk tenni? Tehát én ma délután az erős UVB sugárzás után este 6 órakor medencézek a lányommal, és folyamatosan a víz alatt van. Ezáltal ugye elveszik. És kijön és fáj a füle. Igen. Nagyon fontos, hogy a bőrnek a savanyú kémhatását regeneráljuk. Erre számtalan patikai készítmény van, nem antibiotikumról van szó, hanem egy olyan vegyhatású anyagról, aminek savanyú a kém hatása. Én a fejlesztő tevékenységem kapcsán egy olyan zselét szerkesztettem, ami valóban savanyú kémhatású. Azért fontos, hogy zselé legyen, mert a fülcsepp az kifolyik. Hogyha a fülcsepp van... Hát vagy 10 percig úgy kell feküdnünk. Körülbelül. Tehát belecsöppentjük a hallójáratba azt a bizonyos savanyú kémhatású anyagot, és ami nagyon fontos, a hallójára gyulladást nem szabad melegíteni, hűteni kell. És a gyógysapka, amit ön éppen visel és bemutatja a nézőknek, annak a zsebébe van egy hőtároló betét, szeretném, ha megmutatnánk a nézőknek, és ez a hőtároló betét, ez tulajdonképpen mély hűtőben, 10 perc alatt olyan hőmérsékletre lehűthető, hogy pontosan elegendő a fül hűtésére. Ha például nincs otthon egy ilyenünk, véletlenül, akkor mondjuk egy fagyasztott zöldséget beletekerünk egy törölközőbe. Veszük a hűtőszekrényből azt, ami le van fagyasztva, vagy a borsó. Közvetlenül a nagyon hideget nem teszük, mert fagyás azért is mondtam, hogy egy ilyen törölközőbe mondjuk beletekerjük. Igen, beletekerjük egy törölközőbe, és 10 percnél tovább nem tartjuk a gyerek fülén, és a fájdalmat jelentősen csökkenti. Nyilvánvalóan az a gyerek, aki hajlamos az ilyen betegségre, annak egy kicsit sántít az immunitása, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy a gyerekek nyári szezonban, amikor mindenféle zöldség és gyümölcs van, akkor igazándiból jól táplálkozzanak. A zöldség, gyümölcsevés és a sok folyadék nagyon fontos. És amennyiben ez a sapka nem szeret, de patikában a gyógyászati segédeszköz volt, bárhol, szerintem 20 éve patikai termék, úgyhogy beszerezhető, de ha mégsem, akár szólóba betétet is meg lehet venni, csinálni egy hajpántot, oda tenni alá a betétet, és gyakorlatilag megelőzhető a baj? Megelőzhető a baj? Tehát, hogy lehet valamivel előkészülni? Ugyanezzel a savanyú kémhatású fülcseppel. Azt hittem, hogy nem rakhatja a fejét a vízbe. Nem, rakja a fejét a vízbe, mert a gyereket úgyse lehet rábeszélni arra, hogy sanszezonban ne menjen a víz alá. Tessék szíves lenni, vinni magunkkal egy kis headsetet. Veszünk akárhol egy zöldséges boltba, egy citromot. Belecsöppentjük a folyadékba, és azt is bele lehet csöppenteni a hallójáratába a gyereknek, az a lényeg, hogy savanyú kémhatású legyen. Ha, tehát, hogyha van nála, tehát kimegyek a strandra. Hát veszek egy citromos limonádét, igen? Kiveszem belőle a citromot, bele a gyereknek a fülébe, és utána megiszom a limonádét. Így van, és ha kell, akkor... Kellemes, te hasznossal. Kettő az ugye milyen egyszerű? Igen. Jó, csak ezt eddig nem is tudtuk, tehát nem volt ilyen információm, hogy erre nagyon kell figyelni, mert ugye nálam is az van a kislányomnál, Latinál, hogy néha tényleg ilyenkor nyáron, amikor nagyon sokat medencéznek, begyúgod a fülem. Tulajdonképpen szégyellem magam, hogyha nem tudják, mert én ezt számtalanszor elmondtam, a gyógysapka.hu honlapon leírom a cikkeimbe, 300 cikket írtam a témában, írtam egy mesekönyvet,
könyvet a gyerekeknek a fülbetegségről, és írtam egy könyvet a szülőknek a fülbetegségről, ebben benne van a nyári fülbetegség, a téli fülbetegség, az óvodáskor című kiadványom, az egyúttal a nyári és a téli fülbetegségnek az elemzése. Ezek hát akkor fel lehet készülni a szülőknek. Könyvesboltban, de hogyha valakivel én találkozom, az első dolgom az, hogy kölcsön adom a könyvet, ezek mind kölcsönkönyve, és ha visszakapom, jó, ha nem, akkor azt mondom, hogy akkor legalább mindenkinél terjesszék, vigyék az óvodába, adják oda az óvónénének. Felnőtteknek nekünk például kell most vigyáznunk a fülünkre nyáron? Tehát vannak most olyan betegségek, hogy felnőtteknek ajánlok hallójára gyulladás megelőzésére? Uh-huh. Semmiben nem különbözik a felnőtt füle a gyerekétől, annyiban különbözik, hogy a felnőttnek tágabb a hallójárata, a gyereknek szűkebb, és a hallójárat bőre, ha begyullad, akkor még szűkebb lesz. Olyannyira, hogy alig lehet belenézni. És tulajdonképpen még ami veszély a nedvességnél, hogy gombásodik a hallójárat. A hallójárat gombásodása és a szervezet gombásodása ellen a pre- és probiotikum együttes adása, tehát az élő bélbaktérium adása nagyon hatékony, mert a élő bélbaktériumok és a gombák nagyon utálják egymást. Tehát a szervezet jól el van látva pre- és probiotikummal, akkor ezek a gombásodások és ezek a gyulladások is nehezebben alakulnak ki. Az például számít, hogy medencevízbe úszik sokat a gyerek, vagy mondjuk a Balatonban? Vagy az a lényeg, hogy víz nagyon jó éri a kérdés, a nagyon fontos kérdés, hogyha a víz egy kis medence, és abban 20 gyerek egyszerre elmerül a vízbe, valaki bevisz valamiféle kórokozót a vízbe, és az körbe kering, egyik gyerek adja a másiknak. Tehát egyrészt a medencében a gyakori vízcsere a fontos. A Balatonban, hála Istennek, ott van elég víz ahhoz, hogy ott ne legyen ilyen probléma. És hogyha folyóvíz van, vagy netalántán tengervíz az a legjobb, mert a sós víz az különösen fontos, hogy az fertőtlenít. Tehát a tengervíz a legjobb. A medence az veszélyes, és a medencébe gyakran kell cserélni a vizet. Dörti szakértőnket hívhatják a 30-as 5593-92-es telefonszámon. Nagyon szépen köszönjük, és a műsor végén visszavárjuk. Köszönöm, akkor hogy itt lehettem. Kérdéseket. Köszönjük.